Üdvözlöm a Sopron televízió nézőit. Habár a Nyugat-Magyarországi Egyetem közgazdaságtudományi karán nincsen sportszak, mégis aranyérmekről számolhatunk be ma este, ezért kértük a stúdióba a kar dékánját, dr. Fábián Attilát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Azért azt engedjék meg a kedves nézők is, hogy azzal kezdjem, hogy gratuláljak a dékán úrnak, hiszen az első aranyérem, amiről beszámolhatunk, a dékán úr mestertanár aranyérmet vehetett át a napokban, mégpedig a Tudományos Akadémián. Tulajdonképpen mi ez az aranyérem, minek az elismerését jelenti? Hát ez mindenképpen egy együttműködésnek az eredménye, egyrésztről a kar oktatóinak, kollektívájának az együttműködéséből fakad, másodszorban pedig a diák, a jól tanuló, kiválóan teljesítő diák és a tanár, esetleg nevezhetjük mesternek az együttműködéséből származó eredmény, amely a tudomány területén domborodik ki. És hát én is most én úgy gondolom, hogy egy olyan elismerést vehettem át, ami nem csak nekem szól, hanem szól azoknak a hallgatóknak, akikkel együtt dolgozhattam, és szól annak a kollektívának, aki ennek a körülményeit megteremtette. Ugyanakkor itt azért bizonyos minőségi, mennyiségi követelményeknek is meg kell annak felelni, aki ezt a díjat átveheti. Igen, én úgy gondolom, hogy a mennyiségi rész talán a kevésbé fontos, inkább a minőségről beszéljünk egy kicsit többet, hiszen a tudományban nem annyira mennyiséget mérik, bár vannak tudománymetriai módszerek, amivel az embernek a teljesítményét, életútját számba veszik, de sokkal fontosabb az, hogy milyen minőségben dolgozik. És hát itt ennek az aranyéremnek a hátterében én azt gondolom, hogy inkább egy minőségi munka áll, amelyet egy hallgató közösséggel sikerült közösen elvégezni. Persze hozzáteszem, hogy elsősorban az ő eredményeik alapján méltattak engem. Az is árulkodó, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencián vehette át ezt az elismerést, hiszen azt gondolom, hogy lényeges az, hogy ezek a diákok, akik megalapozták tulajdonképpen az önelismerését, ezek mind ezen a szinten vannak már, vagy voltak. Igen, hát egy egyetemnek, illetve egy karnak a munkáját nagyban minősíti az, hogy hány olyan diákja van, aki elindulhat egyáltalán az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, ami a legmagasabb szakmai fórum, a versenye ezeknek az egyetemi hallgatóknak, akár legyen az bachelor vagy master szakos hallgatónak, és aztán ott milyen eredményt érnek el. Nagyon sok hallgató vesz részt, országszerte a közgazdász képzési helyekről érkeznek, általában 5-600 hallgató mérettetik ilyenkor meg, és nagyon sok szekció is van, tehát azért egy szekcióban, ahol a hallgatók indulnak, olyan 10-15 hallgató versenyez, de hát vegyük hozzá, hogy ők már az adott szakmaterületnek a legjobbjai, akik eljutottak az országosra. Ehhez azért több kell annál, mint hogy bejárjanak a hallgatók az órákra, és felkészüljenek a vizsgákra. Ehhez kell a tanár, a témavezető tanár. Mióta foglalkozik ilyen értelemben a hallgatókkal? Hát talán inkább úgy kezdeném, hogy a kar megalapítása óta, tehát 2000 óta nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a kiemelkedő tehetségű, tudású, kreatív és alkotni kész hallgatókkal foglalkozzék. Így valamennyi kollégám, vagy nagyon sokan közülük megkeresték azokat a hallgatókat, akik kiemelkednek valamely tudományterületen, legyen az a szakmánkon belül a pénzügy, számvitel, vagy éppenséggel a közgazdaságtan alapozó területei. És hát így volt ez velem is. Én, ha jól emlékszem, 2002-ben volt az első olyan diákom, akivel elkezdtünk tudományos területen együttműködni. Mit jelent ez egyébként? Mert mondhatnánk azt, hogy a napi oktatói munka egyfajta taposómalom. Ez a tudományos felkészítése a diákoknak, akár versenyre, akár egy magasabb fokozatra, ez mást jelent a mindennapokon kívül? Hát először is én egy picit visszakanyarodnék ahhoz, hogy többet jelent a hallgató számára, mint bejárni az órára, sőt, ehhez nem kell bejárni az órákra. Tehát az órákon egy olyan alapanyagot adunk át, amiből el lehet aztán utána kezdeni építkezni majd, hogyha valaki egy vállalathoz vagy egy intézményhez kerül el dolgozni. Az a hallgató, aki a Tudományos Diákköri Konferencián szeretne akár a házi, vagy akár az országos versenyen elindulni, annak mindenképpen a szabad idejéből kell áldoznia. Tehát olyan extra teljesítményt kell nyújtani, hogy ebben a bizonyos mások által másra használt időben, időkeretben ő olvas, kutat, szakirodalmaz, saját problémát fogalmaz meg, annak utána jár, akár terepen is dolgozik, tehát kérdőívez, vagy valamiféle más módszert alkalmazva dolgozik. És aztán ennek az eredménye az, hogy az oktató, a mester, illetve a tanítvány, az leül, együtt gondolkodik, és hát valamit kiötlenek, természetesen elsősorban a hallgató saját maga
Az oktató ebben a szempontból útjelző tábla segít eligazodni a sok információ között. Pontosan azt akartam kérdezni, hogy mit kell tennie itt az oktatónak, mit jelent tulajdonképpen ez az eligazodás az útvesztők között? Hát én úgy gondolom, hogy először is nagyon fontos az, hogy éles szemmel járjunk akár az előadáson vagy szemináriumon. Tehát, hogyha van egy tehetséges hallgató, akkor biztassuk és bátorítsuk arra, hogy induljon el egy ilyen megmérettetésen, aminek a végeredménye nem feltétlenül az, hogy megnyer egy OTDK versenyt, de mindenképpen eredménye az, hogy nyitottabbá válik, kinyílik a tudomány, kinyílik az egyéb érdeklődési területek irányába a gondolatvilága, és mindenképpen hozzátettünk akkor valamit az énjéhez, az entitásához, és egy egészen új embert kapunk, hogyha erre a feladatra rávehetjük. Ez az első lépés. A második lépés, amikor már sikerült ez a meggyőzés, illetve hát a maga a hallgató is meggyőzte saját magát, hogy vállalja ezt a többletmunkát, akkor utána menedzselni kell, tehát el kell odáig segíteni, hogy a folyamat, tehát maga a kutatómunka, illetve a tulajdonképpen egy dolgozat elkészüljön a végére. Mennyire könnyű ma a fiatalokat ilyen plusz munkára felszólítani vagy felkérni? Hát nem túl egyszerű, talán a kezdetén, tehát 2002 környékén még ez egyszerűbb volt. Ma már a külső környezet nem igazán ösztönzi a fiatal embereket arra, hogy valami egyéniségekké váljanak, vagy valamiféle olyan kreatív dologba kezdjenek, amiben többletmunkát kell végezni. Azt kell mondanom, hogy talán a sablonok mentén, a könnyebb utat választva, amikor bizonyos keretek között meg kell felelnünk, és el kell érni bizonyos sima eredményeket, például megszerzünk egy BA diplomát, vagy egy mesterdiplomát, ezt könnyebb teljesíteni, mint hogyha önálló úton kell járni, felfedező útra kell menni, akár ismeretlen területeket kell megtalálni. Tehát egyre nehezebb megtalálni, egyre nehezebb motiválni a pályakezdőket, akár a becsülő, akár a mesterszakon, hogy ezt az utat válasszák. Nehezebb, szebb, néha-néha keservesebb, de a végén azt gondolom, hogy ezek a fiatalok sokkal érettebbek, sokkal teljesebbek, és sokkal inkább alkalmasak arra, hogy szép pályát fussanak be az életükbe, mint azok, akik csak a sablonokat hajtják végre. Igen, ugye azt akartam kérdezni, hogy mostanában nagyon sokszor elhangzik az, hogy a felső oktatási intézmények, de akár a középfokú tanintézményekből is a kimenet milyen szintű, hogyan tudnak és találnak munkát önmaguknak. Egy ilyen típusú munka, akár attól is, ahogyan is említettem, nem fog mindenki nyerni. Egy ilyen típusú munka a munkaerő piacon jelente valami pluszt? Én úgy hiszem, hogy mindenképpen, már csak azért is, mert hogyha egy ilyen fiatal, akár az első, másod, harmadéves korában, vagy később, amikor már mesterszakra kerül, meg tud fogalmazni egy problémát, meg tudja keresni hozzá az eszközöket, amivel azt a problémát megoldja, notabene eredményt ér el, még egyszer nem feltétlenül versenyeredményt, de az, hogy elkészült egy munkával, az ő önálló produktuma, akkor bármilyen vállalathoz, bármilyen intézményhez elmegy később dolgozni, ugyanezzel találkozik szembe. Problémát kell megfogalmaznia, ahhoz az eszközöket föltárnia és megoldania. Ezt várja tőle a piac. Aki csak a sablonokba gondolkodott, annak sokáig meg kell mondani, hogy ezt fog meg, azt fog meg, ide menj, oda menj, tehát nagyon nehezen tud fölpörögni arra a sebességi fokozatra, amit elvárnak tőlünk a vállalatok, intézmények. Az intézmények életében szintén egy mérvadó és értékmérő a tudományos diákköri munka. A közgazdaságtudományi kar életében, ha egy picit számokkal vagy statisztikával is játszunk, akkor az elmúlt időszakban hogyan alakult a tudományos diákköri munka, milyen eredmények születtek? Mint ahogy említettem korábban, mi mindig a minőségre helyeztük a hangsúlyt, kevésbé esetleg más intézményekkel szemben, ahol nagyon nagy mennyiségű hallgatóval jelentek meg az OTDK kurzusokon. Hát ha jól emlékszem, akkor az elmúlt 4-5 OTDK versenyen 10 és 20 közötti hallgatói létszámmal jelentünk meg. Ez mindig változott attól, hogy mennyi volt a jó minőségű, és nagyon nagy százalékban, tehát olyan 60-70%-ban valamilyen díjjal tértek haza ezek a hallgatók, tehát nagyon szép eredményeket értek el. Nagyon fontos volt számunkra, hogy már a házi versenyeken, a házi megmérettetéseken is kritikusak legyünk, és csak azokat vigyük az országos versenyre, akik valóban ott helyt tudnak majd állni.
Ugye az ön aranyérme mellett egy különlegessége volt annak a napnak, hogy szintén született egy másik aranyérem. Fazekas Nikoletta Pro Scientia aranyérmet kapta, és azt gondolom, hogy még egy kis csavar az egészben, hogy ön volt a témavezetője. Milyen érzés volt együtt átvenni ezt az elismerést, és Nikolett milyen teljesítménye érdemelte ki ezt a gyönyörű szép díjat? Hát a kolléginával már másodéves kora óta, talán elsőéves kora óta dolgoztunk együtt. Már a legelején is nagyon fogékony volt arra, hogy többletet teljesítsen, és érdeklődő volt azon a tudományterületen, ahol én is dolgozom, ez a regionális tudomány. És hát nagyon sok munkával, nagyon sok plusz befektetett energiával, akár még a nyarakat is föláldozva, amikor a primér kutatásokat, a terepi munkát kellett elvégezni, jutott el odáig, hogy először egy évfolyamtársával kapott OTD-k első helyezést, majd később, amikor már mesterszakos hallgató lett, akkor önállóan is megfogalmazott egy új problémát, és ezzel szintén első helyezést ért el az OTD-kem. Hát én azt gondolom, hogy ez nem titok, hogyha az ember tanítványa sikeres, és ilyen szép elismerést kap, az külön büszkeséggel tölt el. Én remélem, hogy lesznek még ilyen eredményes, nem csak eredményes, de tetrekész és kreatív hallgatóim, akikkel hasonló pályát futhatunk be. Dékán úr, én is csak ezt kívánom önnek. Még egyszer gratulálok önnek is, és a hallgatójának is, Nikolettnak. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen, hogy meghívott. Kedves nézőink, én már a búcsúzom önöktől, következik a lapozó, a viszontlátásra.